Nagyra tartom a mi csapatunk valamennyi játékosát, aztán egy kiemelkedő helyen van Szegi Szabi, aki hétről hétre megállítja az eszemet különböző meglepő történeteivel. Nincs bennem botrányos, most viszont fölakadt a szemem, barátsággal és elismeréssel mondom. Hol voltál te a napokban? Tegnap elkeveredtem egy márai estre, Márai Sándornak az Igazi című regényéből egy ilyen felolvasó est volt. Kiegészülve egy ilyen pszichológus nővel, és híres színészek, színésznők olvasták fel a kis részleteket a könyvből, és erről ment egy kis eszmecsere. Egyébként meglepően jó volt, én sem gondoltam, hogy inkább elrángattak, nem az én ötletem volt, de a Várkert bazár volt, és nagyon jó kis este volt. Egy zárójelben mondtad, hogy te a színházat már belülről is láttad, nem is egyszer, és ez a kedvedre való? Igen, én inkább színházba járós vagyok, ha már járok, nyilván ez nem olyan sűrű, de azért ilyen havi egyszer azért ellátogatok. Van egy nagyon jó oldal, ezt ajánlom mindenkinek, ma este színház, itt aznap este kerülnek föl színházjegyek, vagy aznap reggel, másnap esti előadásra féláron, és úgyse tudom előre nagyjából, hogy 2-3 héttel előre, hogy mit csinálok, úgyhogy általában így szoktam színházba járni, ha tudom, hogy másnap este ráérek, akkor megnézem, hogy mi van, és akkor elmegyek. Nem ér csalódás? Hát de nyilván de próbálom úgy elolvasni, hogy miről szól nagyjából, milyen szereposztás, és akkor ebből kiindulva általában azért jól szoktam választani, de hát van aztán, hogy belefutok olyan valami, nem annyira kedvemre való.